Mintegy 40-en vettek részt a Matyó Népművészeti Egyesület ingyenes alapozó és továbbképző kurzusán. A Földművelésügyi Minisztérium Hungarikum Bizottságának támogatásával ingyenes képzést indíthatott a Matyó Népművészeti Egyesület, amelynek célja a matyó hímzés továbbéltetése, hogy minél többen megismerhessék, megtanulhassák az eredeti hímzést. A két hónapos kurzuson 40-en vettek részt. A májusban és júniusban megtartott 12 foglalkozás keretében szakemberek vezetésével olyan témákban mélyülhettek el a résztvevők, mint például a hímzéstechnikák, a horgolás, a rojtkötés, a design vagy a menedzsment.